Sziasztok és köszönlek titeket újra itt a csatornámon! Most már egyenesen Busanból jelentkezem, Dél-Koreából. Aki nem tudja, hogy valójában mit keresek itt, az nézze meg mindenképpen itt a való ide földre belinkelem az előző videómat. Fú, hát most arra pihentem ki magam úgy igazából, és kezdem érezni kicsit a jetlaget, eddig annyira fáradt voltam, mint akit kiütöttek, úgy aludt. De viszont ma éjszaka meg pont az ellentétje, nem tudtam aludni. És ilyen 3-4 fele felébredtem. Aztán igazából reggel 7 körül aludtam meg újra, és utána meg nem bírtam felkelni 9-kor. Na de! Mindenképpen szeretném nektek megemlíteni a repülőutamat, mert esküszöm, hogy még ilyen élmények engem soha, de soha nem értek. Jó, az köztudott tény, hogy nagyon-nagyon béna vagyok a repülésben, a repülés terén. Ezt inkább nem mondanám az előzményeket, hogy mik azok, mert nagyon-nagyon kínos, de azt viszont szeretném megosztani veletek, hogy ez a repülőút miért is volt annyira durva. Kezdődött azzal, ugye egy kis előzményeket, hogy fölelevenítsek, ugye muszáj megemlítenem, hogy 2 hét leforgása alatt, sőt szerintem annyi sem volt, 1,5 hét alatt kellett eldöntenem, hogy akkor én is repülök Dél-Koreába, illetve ugye előtte 1 hétig, hát egy olyan 4-5 napot töltöttem Ausztriába, Hallstattban, aztán pedig Zelemzi Kaprumban, és utána kb. 1 napom volt itthon, hogy bepakoljak, és közben ki is költözzek, meg mindenféle papírt összeszedjek az utazáshoz. Szóval ezzel csak azt szeretném kicsit védeni magam, hogy nagyon-nagyon szétszórt voltam és fáradt. Az első, ami a legfontosabb, hogyha valaki Dél-Koreába szeretne menni, és 90 nap alatt megy, akkor oda nem kell vízum. És hogyha nem kell vízum, és 90 nap alatt mész, az mint a repülőtéren kiderült Bécsben, nem tudom, olyan 9 óra, akkor 11-kor ment a gépem, hogy nem szállhatsz úgy fel a gépre, hogyha nincs meg a visszajegyed. Szóval beálltunk a sorba, már adtuk volna fel a bőröndöt, mikor mondta a nő, hogy mindenképpen vegyek visszafele jegyet. Jó, oké, hát ugye nem olcsó egy jegy, 150-200-250 ezer forint körül van, szóval gyorsan vettem visszafele jegyet, nyilván ilyen flexibiliset. Hát igen, már nem tudom, hogy pontosan mi az időben, amikor vissza fogok tudni jönni, ugye vizsgaidőszak. Mert ugye fölmerült egy kérdés is, hogy abba hagyom-e a sulit, vagy mi lesz a sulival, nem hagyom abba, mindenképpen el szeretném végezni. Hát még futnom kell jó pár kört, de nyilván ezt a fél évet még meg tudom csinálni, mert levelezőn vagyok alapból is, már egy fél éve. Szóval a vizsgaidőszakra hazarepülök, levizsgázok, és úgy jövök vissza a Dél-Koreába. Válaszoljak nektek még a másik kérdésre, mert rengetegen írtátok, hogy mi lesz Sansával. Egyébként itt szeretnék tőletek tanácsot is meg tippet kérni, hogyha van valami jó, hogy aki utaztatott már kutyát repülőn, akkor hogyan tette, mert nagyon sok rosszat is hallottam, hogy elkábítják őket, volt olyan, hogy elfelejtették bekapcsolni a fűtést a csomagtérben, mert ugye 10 kiló fölött nem mehet fel kutya a gépre. De közben képzeljétek, írt nekem egy lány, aki már itt a párjával kint éltök régóta Dél-Koreában, és az ő kis mopszukat is kihozták, és adott nekem pár tippet, hogy mit tudom kihozni, ami megerősített benne, hogy igenis, hiszen szállt ki tudom hozni, mert nagyon-nagyon-nagyon megszakad érte a szívem, hogy másfél hónapot otthon kell hagynom. De kanyarodjunk vissza! Szóval ez volt az első nehezítés, ami nyilván, hogyha utána néztem volna, vagy nem vettem volna ennyire szétszórt, természetesen nem merült volna fel. A második probléma, ami adódott az út során, hogy ugye odaértem a kígyózó sor végére, mindenféle nemzetiségű, múzott szemű, nem tudom, koreai, vietnámi, kínai, japán, na mindegy, Dél-Korea felé tartottak, és hát én illetően sem váltam a sor végére, és oldalról furakodva mindenki bejött elém. Na ott már azért kezdett betelni a pohár. Na mindegy, biztos benne, hogy azért idekint nem ilyen lesz a helyzet. Na de nem is ez a lényeg, odaértem az ellenőrző kapuhoz, vittem a kis kézipodgyászba, mert ugye az egész életemet bele kellett pakolnom egy nagy bőröndbe és egy kézipodgyászba.
Úgyhogy jó megtömtem őket, de szerencsére a nagy bőrönöt azt lemértem, az nem is lépte túl a 30 kilót, de viszont a kis kézipodgyászom azt nem mértem le, de azt is jól megtömtem. Úgyhogy ott mondták, hogy rakjam rá a mérlegre, de sajnos 8 kiló fölött volt, valami 10-11 kiló volt a kis bőröntöm, úgyhogy mondták, hogy szépen ballagjak vissza a check-inbe, és adjam fel a bőröndömet. Na jó, hát akkor ott nagyon megijedtem, mert mondom, mire én ott visszamegyek, és mi van, hogyha eltévedek, vagy elkések, és lekésem a gépet. Úgyhogy fogtam magam, kipakoltam a bőröndömből a legnehezebb dolgokat, kezdtem azt a laptopommal, a töltőjével, szerencsére még volt egy kis hely a hátizsákomban, úgyhogy oda belepakoltam, kivettem a bőrcsekimet, és letettem újra a mérlegre. És még akkor is nem volt elég a súly, szóval fogtam, és kidobtam a hajvasalómat. Amit bátyámtól kaptam, úgyhogy remélem, hogyha nézi ezt a videót, akkor megbocsát nekem. Életfontosságú volt, és hát már bevallom, hogy egy kicsit tögre is volt benne. Miután kidobtam a hajvasalómat, és kivettem mindent, és jó megtömtem a hátizsákomat, így átengedtek 8,1 kilóval, és ugye ott még vártam. De nem is ezek a, egyébként azok a dolgok, amit mindenképpen el akartam nektek mondani, ez csak az én bénázásom volt. A legdurvább dolog, ami velem történt az életem során, az... Fú, nem is tudom, hogy kezdjem. Kezdtem úgy, hogy ültem szépen ott a... Egyébként a leghátsó ülés volt az enyém ott a középen, és ugye én ültem a folyosó felüli széken. Mögöttem volt ott a WC, szóval eléggé sokan járkáltak ott. Na szóval ülök szépen, nézem a laptopomon a... Nem tudom már mit néztem, talán a Grinch-et. Nézem a kis Grinch-emet, és egyszer csak gátlástalanul egy csaj így fogja, és valahogy így behajolt elém, mint hogyha nézni akarná a Grinch-et. És nem is értettem, hogy mondom, milyen gátlástalanok ezek, csak így bejön nézni, és aztán képzeljétek el, kiderült, hogy nem a Grinch-t akarta nézni, hanem elájult. Konkrétan az ölembe ájult. Egy fadarab eld. Zsák krumpli. Akkor az avatárban, tudjátok, úgy kikapcsolják és visszamennek az emberi életbe. A csaj full oda dölt az ölembe, és utána meg leesett ugye a folyosóra, de közben én a kezembe tartottam a fejét. De ott hirtelen nem tudtam, mi van, nem tudtam, hogy elájult, hanem azt hittem, hogy meghalt. És utána egy pár másodperc telt el, úgyhogy szóltam neki, hogy help, 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 valaki jöjjön. És jött oda, hát egy pár másodperc volt, jött oda a stewardess, és addigra a csaj fogta, kinyitotta a szemét, fölkelt, körülnézett és elment, és utána egész repülő úton nem láttam. Nagyon para. Aztán szerencsésen megérkeztem, képzeljétek el, ugye az átszállásnál kb. Fél órán volt átszállni. Szóltam a stewardessnek, hogy ugye nem fogom elérni a csatlakozást, és nagyon jó fej volt az első osztályra, átültetett a leszállásnál. Onnan ugye gyorsan le tudtam szállni kb. Elsőként a repülőről, ott pedig várt egy transfer, ahol fogták a kis buszános táblákat, és ilyen transferrel átvittek a csatlakozáshoz, és meg is vártak, úgyhogy tök gyorsan elértem. Ott már azért nagyon fáradt voltam, de nem tudtam aludni az egész úton, úgyhogy visszaértem, kijött így értem Soma a reptérre, és ledöltem aludni. Hát most videóvágás közben jöttem rá, hogy hát szépen elbeszéltem az időt, és így meg nem tudok más témát beletenni a videómba, mert lehet, hogy nektek nem sok ez a 10 perc, 9-10 perc, de én magamból kiindulva, én nem szeretem, amikor egy videó 15-20 perc, és én egyszerűen nem bírom végigülni és végignézni, ezért úgy döntöttem, hogy most ebben nem fogok beletenni korai témát, de a következő videó az biztosan már itt innen fog zajlani, vagy történni. Úgyhogy remélem tetszett nektek ettől függetlenül ez a videó, és érdekes volt, ha igen, nyomjatok egy lájkot, és kommentbe írjátok meg, hogy mik azok a témák, amiket dél-Koreával kapcsolatban ti szívesen néznétek. Találkozunk a következő videómban, sziasztok!